A szürke farkasnak és a rőt szarvas ünőnek Burkan Kaldun hegyénél fia született, kit Batacsikárnak hívtak. 10 generációval később Torokkolcsin Bajan és Borokcsin Koa házasságából megszületett Duvaszokor, kinek 4 fia született, és Dobun Mergen, kinek Alan Koa szült 2 gyermeket, Bügünütejt és Belgünütejt. Dobun Mergent kitagadták unokaöccsei Duvaszokor halála után. Dobun Mergen is meghalt számüzetésben, Alan Koa mégis szült rejtélyes körülmények között még 3 gyermeket, Bukatu Szaldzsit, Buku Kadagit és Bodoncsart az ostobát. Az új gyermekek Alan Koa állítása szerint az égtől származnak, és fiainak adott 5 nyilvesszőt, melyeket összekötözött, majd arra kérte őket, törjék el. Egyik gyerek sem tudta félbetörni, az asszony ezzel az 5 gyermeket összetartásra ösztönözte, mivel ha együtt maradnak, senki sem lesz képes őket legyőzni. Anyjuk halála után Bodoncsart száműzték, mivel félkegyelmű, és nem részesülhetett a családi vagyomból. Nem sokára azonban utána mentek, és megállapodtak, hogy lerohanják a Töngelik patak menti népet, mivel náluk nincsenek társadalmi különbségek. Bodoncsar elrabolt egy nőt, aki terhessége felében volt, később hozzáment, majd a nő fiút szül neki. 8 generációval később Yisugei már 40 család fölött uralkodott, felesége Höleün megszüli Temüdzsint. Temüdzsin és öccse Kaszar családi ellentét során megölte féltestvérét Bektert egy ellopott hal miatt. Nem tisztelte testvérei vadász területét. A szomszéd törzsek válaszul összefogtak és fellázadtak Temüdzsin ellen, de neki sikerült megzabolázni őket. Vetélytársait, köztük Torgilt legyőzve, 1206-ban a meghódított törzsek követei a mongolok kagánnyelvvel koronázták, és megkapta a Dzsingisz nevet, aki megalapította a mongol birodalmat. Nyugat-Mongólia kormányzósága 13 járásból áll, és 75 ezer lakosa van. A Góbi nyugati nyúlványai és az Altáj-hegység több vonulata tartozik hozzá. Kormányzója büszke arra, hogy sok nemzetiségű területet irányít, amely egyre fontosabbá válik a szomszédos Ürümcsiből érkező kínai kereskedők és befektetők megjelenése miatt. A növekvő állatállományt a fővárosból és Kínából érkező kereskedők vásárolják fel, és az itt termelt dinnyét, gyümölcsöt, paradicsomot 2 napos zögykölődéssel teherautóval szállítják a fővárosba. A gyümölcstermelést azt teszi lehetővé, hogy a terület gazdag felszíni vizekben, a nagy tavakat a magas hegyekben olvadó hó táplálja. A Góbi határvidékét zöldellő réteg szegélyezik. Két éghajlati öv találkozása, a Góbi és az Altáj együttesen alakította ki azokat a különleges feltételeket, amelyek meghatározzák az itt élő kazak, kirgiz és számos mongol, Dürmüd, Uránka, Zakosin, Csántó, Kád, ők vannak a legtöbben, valamint a tuvák létfeltételeit. A mongol nyelvjárásokat beszélők természetesen értik egymást, az itt élő kazahok pedig beszélnek mongolul. Ezt Obónak nevezik a helyiek. A régiek szerint a hegyek-völgyek szellemei között különösen félelmetes helyet foglalnak el a hegycsúcsok és hágók szellemei. Az áldozat lehet bármi, egy ócska cserépdarab, kődarab vagy állati csont koponya.
Ez a szokás tudós kutatók szerint sokkal régebbi, mint a lámaizmus. A szokást mongol nevéről obó szokásnak nevezik. A szertartás neve Tahilga. A fenyőlevélből készült füstölőt a Szenthegy tetején lévő kőrakás köré helyezik el. Ezt követi a tejtermékek adományozása, majd lapockát és négy hosszú lábszárcsontot kap a hegy. Majd a házi pálinkával való bőséges meglocsolás következik. A tisztelet eme megnyilvánulásai után áldást kérnek a jószág szaporulatára. Rist és magos termékeket is adnak az égieknek, hogy az állatok is ilyen bőséggel szaporodjanak, és kérik a hegy szellemét, hogy nyájaik sokasodjanak. A mongol ruha nyáron színes vászonból vagy selyemből készül. A kaftánszerű, bokáig érő mongol viselet jobb vállán csukódik, apró kis gombokkal. A ruhát bal oldalt és bal hónajnál is ilyen gombok fogják össze. Csípő fölött a kaftánt színes, széles selyemöv szorítja jól össze. Erre azért van szükség, mert a ruha öv feletti része zsebül is szolgál, és lovaglásnál jól tartja a derekat. A férfiak és nők viselete szinte azonos. Egy 9 főből álló családnak 10 kecskét, egy tehenet vagy birkát, egy tevét és egy lovat kell vágnia, hogy a téli kalória szükségletét biztosítsa. Télvíz idején jobban kell vigyázni az állatokra, mert a farkasok falkában támadnak rájuk. Az ordasokra kollektíve vadásznak, és ebben az évben lesz a völgyekben nyári hajtás is, mert már többször rátámadtak a csikókra, jakborjukra és elbitangolt kecskékre. Az ösvény mellett mindenütt csontvázok. Elhullott birkák, lovak maradványait csiszolja fehérre a köves sivatag. A nomád emberek mindig úton vannak,
Természetes, hogy állataik útközben pusztulnak el, ám a száraz levegő meggátolja a járványok kialakulását. Ez az istenek völgye. Természetes teraszok között folyik le a bővízű patak, a családok még 3500 méteres magasságban is felállítják a gert, és ezzel kialakítják az életterüket. A gerek fölött barna kányák köröznek. Ezek a ragadozók nem csak húsevők, minden szemetet összeszednek, az étkezéseink állandó vendégei. Lelecsapnak és akrobatikus ügyességgel szedik fel az eldobott csontokat és ételmaradékokat. Az istenek völgyét Bátor Herhen, a bátor és fenséges hegy koronázza. Nem szabad a hegyet a nevén szólítani. Mint ahogy a szülőket sem szabad a nevükön nevezni, ez a tiszteletjel. A Bátor Dzsau családnak 15 tagja van, hárman jurtában, azaz ger élnek, és 800 birkájuk és kecskéjük, 30 jakjuk és 15 lovuk lehet. A Bajannönk család jurtájában büszkén mutatják a megye díjnyertes lovainak nyergeit és az érmeket a versenyen viselt sapkákkal együtt. A hatalmas termetű pocakos családfő a mongol birkózás bajnoka. A lóversenyeken Ganbajer, Ganedzi és Ganhürel indul. 7 éves közülük a legidősebb. A jó kis poroszka lovat is megmutatják. Lassú vágta sebességben poroszkál akárcsak Gülszári, Ajtamatov hősének csodaparipája. A versenytáv 18 km, és az egyetlen szabály, hogy a teljes távot ebben a jármódban kell megtenni. A gyereklovasok hegymenetben hajtják fel a lovakat a tiszteletükre szervezett verseny. A hagyományos ger mellett a sátor falához kötözve napelemek vannak. Ezekkel töltik fel azokat az akkumulátorokat, amelyek a fekete-fehér tévékészüléket látják el árammal. Mindehez tartozik még egy tányérantenna. Szinte valamennyi jurta lakói ilyen módon fogják a mongol tévé adásait. A teljes tévészet megvásárlását az állam is támogatja, a pásztorok féláron kapják ezeket a berendezéseket. Minden családban van több-kevesebb vérkeveredés. Ezt szinte biztosra lehet venni, mert amikor a pásztor napokra felmegy a hegyre legeltetni, akkor átjön az asszonyhoz a szomszéd pásztor, aki este már nem tud hazamenni, így a sötétben iszogatnak, aztán együtt alszanak. Pálinka főzéshez mindenkiért. A tejet egy nagy zárt fahordóban köpülik, naponta többször ismételve a műveletet, amíg a vaj kicsapódik, és a maradék savót forralják a tüzön. A savó gőzölög az üstben, amelybe egy teljes kannát lúgatnak. Ebben a kannában csapódik ki a pálinka nedű, nem túlságosan magas alkoholfok párlata. A férfiak az otthoni készletekkel állandóan kínálják egymást, és szinte egész nap fogyasztják az olcsón előállított házi pálinkát, amelynek kínálgatása hozzátartozik a vendég barátságos fogadásához. Ezt a alkalmat arra múltat is még. Amasa
pásztorok élete a napjárásához igazodik. Nagyon korán, gyakran napfelkelte előtt hajtják fel a hegyre a védett völgyekből az állatokat. A pásztorok, ha gyalog kísérik a jószágot, naponta legalább 3-4 kilométert megtesznek 1000 méternyi szintkülönbségekkel, ennél jóval többet, ha lovon járnak. Már a 7-8 éves gyerekek is hajtják az állatokat. Azokat az állatokat külön hajtják, amelyeket esténként a nyakuknál összekötözve fejnek meg a lányok és asszonyok. A kecsketej ára jócskán lecsökkent, ezért az állatokat kizárólag a drága kasmér miatt tartják. 3 kecskéről körülbelül 20 dollárnyi gyapjú nyírható le, amit már nem pásztorkezek dolgoznak fel.